Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Ikerlang szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Dorélia számára. Kedves Dorélia, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én asztrológiával kezdeném. Az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a rák jegye kelt fel a keleti határon, mint ahogy itt ezen a képen látható ott bal oldalon. Ez a te aszcendentusod, és ezzel indul az első életház. Ez kihat a külsődre, a fellépésedre, kihat a személyiségedre is. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és az érzelmekre utal. Mások így látnak téged. Fontos számodra a család, megvannak az anyai érzelmek, segítőkész vagy. Ez jó tulajdonság, de néha előfordul, hogy mások ezt kihasználják. Amit esetleg mások éreznek nálad, hogy változik a hangulatod, ez abból adódik, hogy a hold uralkodik a rák jegye felett, ahogy a hold változik, teli hold, új hold, csökkenő, felnövekvő, így előfordulhat, hogy változik gyakran a hangulatod, vagy a külsőd. Ami a rák jegyénél számodra előnyös, hogy te érzed, hogy megvan ez a belső hangod, és tudod, mikor hol kell lenned. Ne lepődj meg azon, ha én most azt mondom, hogy a napod az indiai számítás szerint a halak jegyében van. Ez az indiai számítás egy nagyon precíz számítás. A halak jegye az szintén a víz eleméhez tartozik, és ez kihat a te énedre, kihat a te fellépésedre, mégpedig előnyösen. Nem csak az aszcendentusod van a víz jegyében, és a nap a víz jegyében, hanem a holdad a szkorpiónál szintén, hanem a holdad a szkorpión jegyénél szintén a víz elemében található. Itt megvan nálad ez a kisugárzás, megvan nálad ez a harmónia, de a tehetség is. Nem csak a művészetek területén, hanem megvan nálad az intuíció és az inspiráció. Megvan ez a belső hang, ami téged elkísér a sors utadon. Nálad a nap meg a hold kapcsolatban áll, mindkettő a víz elemében, ez egy ilyen harmonikus aspektus, és ez utal a belső nyugalmadra, utal a belső erődre is. Az ő horoszkópjában a nap, Vénusz bolygó, és egy visszatekintő Merkur bolygó a halak jegyében van, és az a víz eleméhez tartozik. A víz eleménél érzelmekről van szó. Itt van köztetek egy vonzalom, mégpedig mély érzelmekre utal. Nem csak azért, mert a nap a halak jegyében van, nála is, és nálad is,
hanem az ő horoszkópjában Vénusz bolygó szintén itt van, és az utal egy szerelmi kapcsolatra, mert Vénusz bolygó szimbolizálja a párkapcsolatot, ez a nőies energia, amire neki szüksége van, és mivel a te horoszkópodban a víz eleme dominál, tehát az érzelmek, te tudod ezt nyújtani számára. Merkur bolygó nála itt visszatekintő, az utal a múltra. Merkur bolygó uralkodik a gyermekkor és ifjúság felett, az azt jelenti, nála vannak ezek a gyermekkori emlékek, gyermekkori témák, és az még mindig kihat az ő érzelmeire. Itt a halak jegyében kettő hal van a víz elemében, ott úsznak. Az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik pedig a belső erőt, azt is, hogy hisz abban, hogy minden úgy történik, ahogy elképzeli, és élvezi az életet. Ő dönt, hogy melyik irányba tekint, mivel nála itt a gyermekkor egy szerepet játszik. Én biztos vagyok abban, hogy nála vannak ezek a gyermekkori emlékek, és fél attól, hogy elveszít téged. És emiatt a félelem miatt nehéz számára döntéseket hozni, és belépni egy párkapcsolatba, ahol szintén érzelmekről van szó. Én biztos vagyok abban, hogy köztetek van egy kármikus kapcsolat mély érzelmekkel. Az azt jelenti, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből. A horoszkópban van kettő kármikus csomó. A lefele mozgó hold csomó kétú, és az utal a múltra, és a felfele mozgó hold csomó ráhú, az mutatja a kiutat, vagy egy jövőt, egy új életutat, egy új irányt. Ezek a hold csomók mozognak. A lefele mozgó hold csomó kétú szeptember végéig a nyilas jegyében volt, ez kihatott nálad a hatos életházra, ami a munkát illeti. Szeptember végén volt egy változás, és ez a lefele mozgó hold csomó kétú, ami a múltra utal, most a Skorpión jegyében van, és ott marad 2022 márciusáig. Nálad a Skorpión jegye az ötös életházban van, látható is itt a képen. A rák jegye az az első életház, az mutat a te személyiségedre, fellépésedre, a külsődre. A második életház az oroszlán jegye, utal az értékekre, a belső értékre is, és az anyagiakra. A harmadik életház a szűz jegyében, az az élet iskolája. A negyedik életház a mérleg jegyében, ez a mélypont, utal az otthonodra, ez a bázis, ez az alap, amire te felépíted az életedet, ez a mérleg jegyében van, tehát mindig kell ez a belső egyensúly. Aztán következik az ötödik életház, ahol a Skorpión jegye van, ez a gyermekekre utal. A gyermekeidre, később az unokákra,
de mutatja a te gyermekkorodat is, a gyermekkori emlékeket. Azon kívül ez az ötös életház olyan, mint egy színpad, és te játszod itt a főszerepet, és a gyermekek mutatják, hogyan játszadozva könnyűségekkel. Itt lehet kreatív munkáról is, vagy egy életterület, mint például a művészet, de ez az ötös életház jelenti azt is, hogy élvezd az életet, élvezd ezt a párkapcsolatot, kihat a testi kapcsolatra is. És különösen itt, amikor a Skorpión jegye itt ebben az életházban van, hiszen a Skorpión jegye utal a testi kapcsolatokra. Itt mozog ez a lefele mozgó holdcsomó 2022 tavaszáig. Itt vannak most kármikus témák, megújulások és emlékek is, mert Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó a múltra utal. A te horoszkópodban itt található a hold, mivel itt vannak gyermekkori emlékek is, a hold szimbolizálja az anyukádat. A hold jelenti a te érzelmeidet is. Itt található Neptun bolygó, egy visszatekintő Neptun bolygó, és ez jelenti a múltat, szintén kármikus témákat. A holdnak és a Neptun bolygónak van hasonló ereje, mégpedig utal az álmokra. Ha te éled az álmaidat, és ezt megvalósítod, úgy játszadozva, ahogy a gyermekek nekünk ezt mutatják, akkor lesz egy álom szép kapcsolat, és élvezni tudod az életet. Akkor lesz itt egy álom szép kapcsolat, és itt te játszod a főszerepet. Természetesen vele együtt. Neptun gyakran úgy hat, hogy ez másoktól jön, ők elmesélnek nekünk valamit, ami olyan álom szépnek tűnik, ha ez a valóság, akkor az gyönyörű lehet, de ha ez nem a valóságot jelenti, hanem egy hazugságot, akkor csalódásokhoz vezet. És akkor olyan naívak vagyunk, mint a gyermekek, mert mi ezt mind elhittük. Mivel Neptun bolygónálad itt a Skorpión jegyében, az ötös életházban visszatekintő, nálad vannak itt emlékek. Ezek lehetnek ilyen rossz emlékek is, és óvod magadat attól, hogy további csalódások érjenek. Ennek ellenére jó lenne a hitben maradni, a hitben és a szeretetben, azon kívül ezeket az álmokat élni, de úgy, hogy azért vigyázzunk ki, mit mond nekünk. Az ő horoszkópjában, a Skorpión jegyében van a lefele mozgó holdcsomó Kétú, ami a múltra utal. Az azt jelenti, hogy ő itt kiismeri magát, mert a Skorpión jegye mutatja az ő múltját. Hogy melyik életházban hat nála a Skorpión jegye, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. És mivel Kétú, ez a mozgás most szintén a Skorpión jegyében van, ugyanúgy, mint azon a napon, amikor ő megszületett, így visszatért ez a
kármikus téma hozzá, és itt lesznek ezek az emlékek, mégpedig 2022. márciusáig. Ha te vagy a lelki társa, akkor az ő lelke ezt súgja neki, vagy a belső hang, vagy egy érzés, vagy álomképek alapján. A te horoszkópodban Mars bolygó visszatekintő. Ez utal a múltra, ez utal kármikus témákra. Mars jelenti a te erődet is, ahogy be kell bizonyítani magadat az életben, de Mars bolygó, ez egy férfias energia, és utal a párkapcsolatra, utal a te lelki társadra. Mivel Mars bolygó visszatekintő, te ismered ezt a férfit a múltból. Mars bolygó, ez a visszatekintő Mars bolygó a te horoszkópodban a mérleg jegyében van. A mérleg jegye szimbolizálja a szépséget, a harmóniát és a párkapcsolatot. Tehát látható a horoszkópban, hogy egy férfi visszatér hozzád a múltból, és itt kialakul egy párkapcsolat. Mint ahogy ezen a képen látható, a mérleg jegye az a mély pont a horoszkópban, a négyes életházra utal. Ez mutatja a te otthonodat, a mérleg jegyénél ez szép és ápolt. Azon kívül ez a négyes életház, ez a fundament, ez a bázis, amire te építed az életedet. Ez adja számodra a biztonság érzetét. Mire alapozhatsz? Ez a belső egyensúly, a szépség, egy gyönyörű otthon, és mint mondtam, a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, és ez számodra fontos. Mivel itt található ez a visszatekintő Mars bolygó, egy férfi visszatér az életedben, és jön hozzád, lesz egy közös otthon. A te horoszkópodban, itt a mérleg jegyében, ebben a négyes életházban van nálad a lefele mozgó holdcsomó Kétú. Ez a kármikus csomó, ami a múltadra utal. Az is lehet, hogy te keresed az otthonodat, és ezt megtalálod a párkapcsolat területén, és oda költözöl a párodhoz, tehát itt lesz egy változás, ami az otthonodat illeti. Mivel Kétú itt található, itt vannak a kármikus emlékek, megint arra utal ez a horoszkóp, hogy te ezt a férfit ismered a korábbi életedből, és ő is ismer téged. Itt van egy lelki kapcsolat, itt van egy kármikus kapcsolat. Ezen a képen láthatod bal oldalon a rák jegyét, ez a te aszcendentusod, és ezzel indul az első életház. Szemben van a deszcendentus, és ezzel a deszcendentussal indul a hetes életház nálad a bak jegyében. Ez a hetes életház a párkapcsolatra utal. A korábbi években, az ifjúságodban voltak nehézségek, de a második élet szakaszban itt lesz biztonság
a szerelmi élet területén. A te horoszkópodban nincs bolygó itt a bak jegyében, viszont most ebben az évben és jövőre is itt mozog Szaturnusz bolygó az indiai számítás szerint. Szaturnusz bolygó az a sorsunknak a bolygója, őrzi a kármikus témákat, itt van most egy kármikus kapcsolat, ez az aktuális párkapcsolatod, és itt lesz meg ez a biztonság, eléred azt, hogy ti összejöjjetek, és legyen ebből egy tartós párkapcsolat. Az lehet, hogy eltart még jövő évig, de itt rendeződnek a dolgok. Szaturnusz bolygó hatása alatt lesznek itt sorsdöntő változások, és az kihat az élet utadra. Maradjunk még Szaturnusz bolygónál, mert Szaturnusz bolygó az a sorsunknak a bolygója, és kihat a sorsunkra. Szaturnusz bolygó mutatja a sors utat, és ahol mozog, ott mindig vannak sorsdöntő változások. A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó az a halak jegyében van, a 9-es életházban. Nem csak Szaturnusz bolygó található itt, hanem a napod is, a te éned, itt fogod kibontakoztatni magadat, ez a sors utad, oda vezet a sorsod, és ez a 9-es életház külföldre, külföldi kapcsolatokra utal. Ez a sors irány. Az ő horoszkópjában a halak jegyében van a nap, Vénusz bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó. A nap az szimbolizálja az ő énjét, de utal az apukájára is. Merkur bolygónál tudásról van szó, kapcsolatokról, de a gyermekkorról is, különösen ha Merkur bolygó visszatekintő, itt vannak gyermekkori emlékek, és itt található nála a halak jegyében Vénusz bolygó, és az utal a lelki társ nőjére, utal a párkapcsolatra, utal a szerelemre. A halak jegye, ami úgy összeköt benneteket, itt érzelmekről van szó, mert a halak jegye a víz eleméhez tartozik, de vigyázzunk arra, és vegyük figyelembe azt, hogy itt két halról van szó, az egyik irány jelenti a félelmeket, a másik a hitet. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, a vízöntő jegyében van, hogy melyik életházban hat rá, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk az időpontot, melyik órában született, nem tudjuk az aszcendentust, és így az életházakat sem. Az ő horoszkópjában ez a Szaturnusz bolygó a Satabisa holtházban van, ami lefordítva 100 szerencsét vagy 100 félelmet jelent. Itt ezen a területen vannak szerencse csillagok, és megvan nála a szerencse, ez a lehetőség minden élet területen, tehát a párkapcsolat területén is, de ott vannak a félelmek, és át kell tennie magát ezeken a félelmeken. Szaturnusz bolygó megleckésztett bennünket
Tehát látható nála, hogy ez az, amit tanulnia kell az élet iskolájában, áttenni magát a félelmeken. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, ami az ő férfiasságára utal, az az oroszlán jegyében található, tehát megvan a bátorsága és a kisugárzása is. De ő szeretne mindig a középpontban lenni, kell számára ez az elismerés. A te horoszkópodban Mars bolygó a mérleg jegyében van, itt a két bolygó között megvan a harmónia. Mert az egyik jelenti a tűz elemét, a másik a levegő elemét, és itt megvan az elemek között a harmónia, köztetek is megvan ez a harmónia. Nem csak Mars bolygó hat ki a párkapcsolatra, hanem Vénusz bolygó is. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a halak jegyében van, itt mély érzelmekről van szó, és nagyon romantikus érzésekről. Ez jelenti az ő elvárását, az ő lelki társnője legyen romantikus és álmodozó, vagy bontakozzon ki a művészi élet területén. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a kos jegyében van, egész más a te nőiességed, mégis van ez a közelség és ez a bizalom kettőtök között. Ez abból adódik, hogy a halak jegye és a kos jegye egymás mellett áll, olyan, mint a szomszédok, akik jól ismerik egymást, és megbíznak egymásban. Így hat ez rátok a szerelmi élet területén. És ha te azt szeretnéd elérni, hogy ő beléd szeressen és imádjon téged, akkor légy olyan visszahúzódó, álmodozó, romantikus, és próbálj meg rá a művészetekkel hatni, mint például zene vagy tánc, vagy figyelj oda arra, hogy mi érdekli őt a művészi élet területén, és akkor így lenne egy közös téma. Ráhú, a felfele mozgó hold csomó szintén egy kármikus csomó, és mutat egy irányt vagy egy élet területet, amit nem ismerünk. De a lelkünknek szüksége van erre. A te születési horoszkópodban Ráhú, az a kos jegyében van, a tízes életházban. Ez a tízes életház a felső pont a horoszkópon, és utal a hivatásodra. Itt található nálad Vénusz bolygó is, a kos jegyében, és az lehet egy művészi irány. Az ő horoszkópjában ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhú a bika jegyében van, de nem tudni, hogy melyik életházban hat. Érdekes, hogy ez a holdcsomó Ráhú most a bika jegyében mozog. Visszatért hozzá, visszatért az ő horoszkópjában, és egy bizonyos életterületen keres egy új irányt, egy új utat, új lehetőségeket, vagy egy kiutat. Ha nála ez a hetes életházban lenne, akkor az utalna a párkapcsolatra, de ezt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. És most áttérünk a jóslásra. Itt ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet.
Ha én balról kezdeném, akkor az első kép mutatja a csillagképet, a szerencsét hoz. Azt is jelenti, hogy ez a párkapcsolat meg van írva a csillagokba. Tehát van itt egy kármikus kapcsolat köztetek, van itt egy lelki kapcsolat. A középső képen szintén a szerencse látható, erre utal ez a négy levelű lóher. A harmadik képen a madarak láthatók. Ez utal a levegő elemére, a könnyűségre, ők dalolnak, tehát ez lehet egy művészi irány is. Itt a kártyavetésnél a madarak azok a kommunikációra utalnak. Fontos a beszélgetés. Nem e-mailen keresztül, hanem egy személyes találkozás, vagy egy telefonbeszélgetés. Mivel itt kommunikációról van szó, tehát szavakról, ez lehet egy nyelvtudás is, mert ő külföldön él, ez számodra előnyös lenne, ha együtt tanulnátok a magyar nyelvet, vagy te tanulnád az ő anyanyelvét. Jobb oldalon ez a három kép mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ennél a kislánynál vagy gyermekekről van szó, az lehet gyermekkori emlék is, de ez a kislány szimbolizál egy új kezdetet. És mellette a lovas férfi arra utal, hogy itt mozogni fognak az események, de ez lehet egy jó barát is, és így ezáltal a barátság által lesznek ezek a megújulások. Ez a kutya az jelenthet egy jó barátot, egy baráti kapcsolatot nála, de a kutya szimbolizálja a hűséget is. Visszatérve erre a lovas férfira ott középen, az lehet egy férfi az ő környezetében, egy jó barát, vagy egy új baráti kapcsolat, de ez a lovas férfi utal utazásra is, és az lehet, hogy ő szeretné, ha te meglátogatnád őt, vagy ő szeretne meglátogatni téged. Most visszatérünk a te kártyáidhoz, és megnézzük azt, mi várható a közeli jövőben, mit kell, hogy tervezz, vagy mire kellene gondolnod. Az első képen láthatjuk ezt a hegyvidéket. Ez problémákra, nehézségekre és korlátozásokra utal. Az lehet most emiatt a koronavírus miatt. Viszont a hegy mellett ott van a kasza, és a kasza elvágja ezeket a nehézségeket, tehát meg lesz arra lehetőség, hogy találkozzatok. A harmadik képen látható ez a kígyó, az jelenti a megújulásokat, jelenti azt is, hogy nem egyenes úton történik valami, hanem így mellék utakon, de utalhat egy hölgyre is. Ez a hölgy lehet valaki a környezetedben, aki segít abban, hogy átted magad ezeken a korlátozásokon. Lehet az is, hogy ez a hölgy az ő környezetében van, illetve volt, és ő befejezi ezt a kapcsolatot. Ez utal a múltra, mert ott voltak nehézségei, és a kasza elvágja ezt a kapcsolatot, és ez annyit jelentene számodra, hogy ez a férfi lezárja a múltat.
Ezek a képek rád utalnak, de mutatja a te gondolataidat is. Tehát így kell, hogy gondolj rá. Most megnézzük azt, hogy mi várható nála a közeljövőben, mi foglalkoztatja őt, mik az ő gondolatai. Én nála a középső képpel kezdeném, ahol egy medvét látunk, és az szimbolizálja az erőt. Viszont a medve mellett ott vannak az egerek, az azt jelenti, ő jelenleg erőtlennek érzi magát, vagy van valaki a környezetében, aki rabolja az ő energiáját. A harmadik képen a gólyák láthatók, és az változásokra utal. Az lehet egy költözködés is, vagy nagyobb változások, ahol szüksége van erre az erőre. De az egerek azok ezt gyengítik, tehát neki időre van szüksége, amíg fontos döntéseket hoz. Az eltarthat február hónapig. Most megtekintjük a titkokat először nálad, az, amit még nem látsz, mert ez titokzatos, vagy később fog bekövetkezni. Az első képen ez a ravasz róka van. Mellette a felhő minden olyan átláthatatlan. Az lehet valaki a környezetedben, aki irigy rád, vagy hazudik neked, de arra is utalhat, ha te úgy gondolod, hogy minden olyan bizonytalan ebben a kapcsolatban, az lenne egy ilyen rossz gondolat, és inkább nézd meg azt a virágcsokrot, mert ez a jövő. Itt kibontakozik valami, lesz egy meglepetés. És ez a felhő, ez elmúlik, ez nem tesz jót neked, de gondolj a jövőre. Lesz itt egy kellemes meglepetés, és ez várható a tavaszi hónapokban, mert ezt jelenti ez a virágcsokor. És most megnézzük az ő titkait. Itt most titkokról van szó. Valami, ami még nem látható. Az is lehet, hogy azért nem, mert ez a későbbiekben fog bekövetkezni. Ha én most jobbról balra kezdeném, az első képen ő látható. Ő fog itt döntéseket hozni. A középső kártyán látható ez a kulcs. Ő magabiztos. Kezébe veszi a dolgokat. Ezzel a kulccsal lezár egy ajtót, lezárja a múltat, és nyílik egy új ajtó, nyílik egy új lehetőség, és a harmadik kártya mutatja az utazást. Ő meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, egy találkozás. Ez az ő terve, de ezt nem most akarja ő megvalósítani, hanem ő vár tavaszig, amíg ezt közli veled. A kártya középen mutatja azt, mi az, ami összeköt benneteket. Itt, ezen a képen látható egy park. Ez utal a nyilvánosságra. Először is arra, hogy itt lesz egy személyes találkozás. Azon kívül ez a párkapcsolat nyitott, mindenki tudhat róla, nem fogja ezt ő eltitkolni. A következő kártya az egy üzenet, egy lelki üzenet számodra. Óvd és becsüld meg mindazt, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, mert ez most a feladatod. Én még azt fűzném hozzá, hogy becsüld meg ezt a szeretetet, óvd ezeket az érzéseket.
Kedves Dorélia, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!